Pap, egyes. ...1953-ban elvették mind a 15 holdat, mehetünk világgá. A család ott zokogott, ahogy itt a nyomokból elnézem, a tanya az valahol itt volt. Nagy szegénység volt, emlékszem gyerekkoromban, hogy el sem tudtam, hol a húsbolt. A szegénység az, és a boldogság az nem függ össze. Ez az a ház, ahol gyerekeskedtem. Itt ennek az ajtónak a helyén, itt volt a fotolabor. 14 éves voltam, általános iskolás. Hát, csibész voltam. De nem kicsit. Falkába? Az volt az álmom, hogy fotoriporter legyek az MTI-nél, mert azt tetszett, amikor az újságban az volt kiírva, hogy Foto XY MTI. Életem legboldogabb 4 éve volt a főiskola, mert nagyon jók voltak a tanárok. Tehát akkor egy klontgatyás paraszt gyereknek, hát bármilyen tanár jó lett volna, aki egyáltalán szóba áll vele. Finom, érzékeny módon közelített a dolgokhoz. Úgyhogy őt rögtön becserkésztük, hogy ő az az ember, aki aztán kell nekünk. Kiderült, hogy a pap Feri egyszerűen egy született képi alkotó. A filmregényben a Koltai Lajos volt az ásoperatőr, ketten fényképeztük. Minket is megértettek, de egy hatodik érzékkel egymáshoz viszonyultak, amit se tanulni nem lehet, se elmagyarázni. És tulajdonképpen a filmregényben dolgoztuk ki ezt a fajta kétkamerás dolgot, ahol a két kamera kézben van, hogy vágható legyen, ennek az kontinuitás volt a legfontosabb találmány, és akkor megvan minden. Nekem ő Magyarország legjobb operatőre, és nincs de meg más, meg így, meg úgy, hanem ez de facto tényes képekkel tudom igazolni. Jaj, mit tett azzal a korsóval? Szeregi, hozza ide azt a két üvegből! Tönkretette a korsómat! Mit tudok én ezzel már csinálni? Engem valóban nem fogadott be a szakma. Ugyanúgy, ahogy a Dárdai Hugójék kilógtak a klasszikus mafilmes rendezők közül, őket se fogadta be. Én is hozzájuk tartoztam, engem se fogadtak be. Te nevelésed, mindenütt percbe ütném a gyereket. Egyébként nálam volt a gyerek. Hogyha külön leszünk, jó? Külön lesztek, mindig ahogy külön lesztek. Akkor nálam volt a gyerek, akkor állandóan szép legyen. Nappali büszkesége, ez az Eckler ACL kamera, amit 1982-ben Kanni aranykameraként kapott az Agykirály katonát című film. Mi, amit csináltunk a budapesti iskolába, az ennek a csúcsa volt, ennek a kamera előtt élni kell a helyzetet. Hitelesen, minden rezdülésébe. Nem vélhetett. Az Erdős Pali, a Lívia, a Hugóék, a Tarbéla első, három filmje, a Vitézi Laci mindig veled dolgoztak. Hát Erdős Pali haláláig, a Vitézi a mai napig. A velencei karneválon úgy használtam én ezt, hogy ezzel rohangáztam a karneválozók között. 23 évvel ezelőtt használtam utoljára, de látom, hogy a torzítása még mindig megvan. Úgy átalakítja a valós képet, mintha valami festmény lenne. Az operatőrnek oda kell menni, ki kell ülni a palló szélére, a végére ki kell menni, vele kell lógni a szakadékba, muszáj megtanulni, megoldani a helyzeteket. Értsen mindenhez, tudjon reklámfilmet csinálni, világítsa gyönyörűen a manökeneket, de ha beleküldik a sárba, az iszabba, a mocsárba, a proli világba, akkor annak legyen szaga. Ez szakma. Elsősorban aztán van benne, hát ha sikerül bele egy pár százalék művészetet becsempészni, akkor már eredmény. Kép az, nem az a lényege, hogy azt ábrázolja, ami ott a valóság,
hanem azt ábrázolja, ahogy én látom, amit én látok belőle.